Eleinte bizalmatlanul fogadták, de már a aktív részesei, a Nyír Mihálydiak annak a programnak, amit a településen komplex fejlesztési felzárkóztató programnak is neveznek, anyagi támogatást is kaptak hozzá, építkezések, képzések, egészségügyi felvilágosítás és sok más eleme van a projektnek. A vendégem a stúdióban Nyír Mihálydi polgármestere dr. Vince István. Jó estét kívánok! Jó estét! Ez a program most folyamatosan zajlik a településen, és igazából ez, hogyha azt mondom, hogy a település fejlesztési irányainak a meghatározója, akkor nem mondok rosszat, vagy nem mondok nem igazat, mert hogy sok minden tartozik ebben, vagy sok minden tartozik bele ebbe a programba. Induljunk el onnan, hogy milyen problémákat látott a település, és mire építette ezt a projektet még annak idején. 2014 márciusában kezdtük el ezt a komplex teleprogramot, többszöri pályázati próbálkozás után egyébként, ott Nyír Mihálydiban. A célunk az volt elsősorban, hogy a mélyszegénységben élők felzárkóztatását segítsük elő ezzel a programmal. Én amikor polgármester lettem 2012. január 15-én, akkor tulajdonképpen a célkitűzéseink között szerepelt, hogy Nyír Mihálydiban ne csak épületek épüljenek, ne csak infrastruktúrális beruházások legyenek, hanem az emberekkel is kezdjünk valamit, és valahogy egy olyan programot indítsunk, ahol a Nyír Mihálydi jó hírnevét tudjuk öregbíteni, és előre tudjuk vinni a település dolgait közösen az ott élőkkel, úgy a roma kisebbséggel egyébként, mint a magyar lakossággal. Akkoriban volt már ez a komplex teleprogram, már ugye mi a harmadik körben nyertünk, próbálkoztunk már korábban is, akkor nem sikerült elnyerni a támogatást, de végül az utolsó körben 2014 márciusában támogatást nyertünk, és el is kezdtük ezt a programot. Így 20 hónapra korlátozódott tulajdonképpen a programnak a lefutása. Tehát, mint mondtam, márciusban elkezdtük. Igazából ez ugye a szegregátumokat célozza elsősorban, a szegregátumban élőknek a felzárkóztatását. Ugye volt egy komplex, magának a pályázatnak az alapja tulajdonképpen stratégiai beavatkozási terv, amire felépül az egész pályázat, és ez több programelemet tartalmaz, így tartalmaz oktatást, tartalmaz természetesen infrastruktúrális beruházást is, illetve más szolgáltatásokat is a településen élőknek. Ugye minden településen, az önökhöz hasonló településen probléma az, hogy helyben megoldják az emberek foglalkoztatását, tudva lévő, hogy a kisebb településeken, ahol sok a hátrányos helyzetű ember, nem sok minden marad számukra, csak a közmunka. De a közmunkát is úgy kell felépíteniük, vagy megalkotniuk a helyi önkormányzatoknak, hogy az egyrészt alkalmazkodjon, vagy igazodjon a helyi adottságokhoz, az emberek képzettségéhez, vagy képzettségi szintjéhez, és legyen értéke a közmunkának. Nyír Mihálydiban mit alakította ki, mit alkottak meg? Igazából a közmunkaprogramok Nyír Mihálydiban még újnak számítottak, ezt kell mondjam, ugyanis amikor én megválasztásra kerültem, akkor Nyír Mihálydiban 20 fő közmunkás volt, ez 2012-ben volt. Abban az évben egyébként akkor már nem tudtunk pályázatot benyújtani, csak 2013-ban tudtunk egy nagyobb ívű közmunkaprogramot benyújtani a munkaügyi központhoz. Ez egy három elemű program volt, és már akkor sikerült 138 főt bevonnunk a közfoglalkoztatásba. Amikor a komplex teleprogram beindult, akkor tudatosan erre építkezve egyébként ugye képzéseket is szerveztünk, így kerti munkást, üregburkolót, illetve könyvest. Tehát, hogy mindig gond ez a közmunkában, hogy nincsenek szakképzett munkások, és ők el is végezték ezt a tanfolyamot tulajdonképpen, illetve ezt a végzettséget megszerezték a pályázaton belül. Ez összesen azt hiszem 25 főt érintett körülbelül, és mi vállaltuk azt is egyébként a pályázatban, hogy amennyiben sikeresen levizsgáznak, illetve elvégzik ezt a képzést, akkor a közmunkaprogramba bevonjuk őket, aminek egyébként ebben az évben eleget is tettünk. Miért mondta azt polgármester úr korábban, hogy bizalmatlanul kezelték a helyi lakosok ezt a felzárkóztató programot, vagy ezt az egész projektet először? Mi volt az az elem, ami nem tetszett nekik, vagy mitől idegenkedtek? Tehát igazából Nyír Mihálydiban nem is volt ilyen jellegű pályázat korábban soha.
ugye meg kellett értetnünk, hogy tulajdonképpen miért van ez, miről szól ez az egész. Egyébként volt ennek a pályázatnak egy előkészítése, amikor ami a bizalomépítésről szólt. Akkor mi egyébként a TKK-ival, tehát a Tűr István Szakképző Intézettel együtt szerveztünk számukra ilyen tájékoztatókat, a célcsoport, illetve az érintettek számára, és elmagyaráztuk, hogy ebben a közel két évben milyen dolgok fognak történni ezen a pályázaton belül, ott Nyírmi-Ájdiban. Hát kétkedéssel fogadták, megmondom őszintén, eleinte, és én akkor azt is elmondtam egyébként, hogy ezt a pályázatot akkor tudjuk sikeresen végrehajtani, ők is partnerek ebben, és tényleg aktívan részt akarnak venni ennek a pályázatnak a végrehajtásában. Nehezen indult, azt úgy tudok fogalmazni, de aztán, amikor a programelemeket elkezdtük végrehajtani, akkor megértették, hogy miről van szó, és akkor utána már lelkesebben csatlakoztak ehhez az egészhez. Most azon túl, hogy adott a közmunkaprogram, adottak támogatott képzések, a településeknek meg kell találni azt, hogy helyben mivel tudnak foglalkozni értelmesen, ahogyan már említettem, Nyírmi-Ájdiban is adott az, hogy mezőgazdasággal foglalkozhassanak. Hogyan tudják ezt a lehetőséget kihasználni? Hát mi ugye a mezőgazdasági program keretében már a tavalyiban kezdtük, ugye van, tehát három elem, vagy három program van tulajdonképpen a mezőgazdaságban, az egyik a közmunkában, az egyik a mezőgazdasági program, amelyen belül ugye fóliasátrakat építettünk, illetve zöldségtermesztést végzünk. Ezen túl pedig ugye belekezdtünk 4 kilométeres uborka termesztésbe, ami már napi feszített programot igényel egyébként a munkába. Ebbe természetesen a romákat, úgy az egész településnek, akik jelentkeztek közmunkára, tulajdonképpen azokat mindenkit bevontunk. Ugye ez a településnek egyrészt ugye többszörös haszon, mert az uborkából bevétele is származik, elég komoly bevétel az önkormányzatnak, ugyanakkor a munkát pedig folyamatosan tudjuk biztosítani ezeknek az embereknek. Az első évünk az nagyon nehéz volt, a tavalyi év az uborkatermesztés tekintetében, még ugye ki kellett építeni az infrastruktúrát, a kordonokat, a csepegtető öntöző rendszert, ezeket megtettük, meg végrehajtottuk, és most ez a második évünk, amikor tulajdonképpen már, hogy is mondjam, már az önkormányzatnak bevétele is fog ebből igazából, nagyobb bevétele, és reményeim szerint nagyobb bevétele is fog származni. Mi az, amit még tervez az önkormányzat, akár ezen a vonalon, ezen a pályázati vonalon, a felzárkóztató programokra gondolok elsősorban, akár más építkezés, beruházás, ami az önkormányzat működését vagy intézményeit segítheti, illetve hát a helyben lakókat természetesen? A program, tehát maga a komplex teleprogram az ez év november 30-án zárul, tehát addig mi rendben végrehajtjuk azokat a programeket, amit a beavatkozási terv tartalmaz, amit vállaltunk, és ezek után tulajdonképpen a projekt lezárul, egy elszámolási időszak kezdődik. Természetesen mi szeretnénk folytatni ezt a programot, és én tudomásom szerint ez is rá lehetőség, tehát pályázhatnak majd a résztvevő önkormányzatok. Egyrészt ez a tervünk, másrészt pedig, ami most, hogy is mondjam, a legfontosabb célkitűzésünk a településen az az, hogy a helyi egészségházat, az orvosi rendelőt és a védőnész szolgálatotnak az épületét azt felújítsuk. Erre egyébként nyújtottunk is be pályázatot. Hát jelenleg ez még elbírálás alatt van, még nem tudjuk, hogy mi lesz az eredménye. Vannak sikeres pályázataink jelenleg is, például az MVH-snak a tanyabusz pályázatán is nyertünk, illetve a polgárőrségnek is sikerült egy a közbiztonságot elősegítendő nyerni egy terepjárót. Ezeket szeptemberben fogjuk átvenni. Most hát a többi pályázati lehetőség az pedig még csak most körvonalazódik, és most fogja látni minden önkormányzat, hogy milyen célokat, milyen irányokat fogalmazhat meg. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és településüknek a sorsát nyomon követjük a későbbiekben is. Köszönjük még egyszer, polgármester úr. Köszönöm szépen is a lehetőséget.